what I can say. I think that Berecsú was better. Mit is mondhatnék? A Berecsú jobb volt, mert kihasználta a lehetőségeit ma. A kontroll az első gólt követően már náluk volt, amikor negyed óra elteltével Ninoslav Aleksić betalál. Tudták, hogyan kell lezárni a mérkőzést. Ez egy nagyon nehéz este volt számunkra. It's very difficult night for us. A legutóbb a haladást legyőző Berettyóújfalu a második félidőt 1-0-ás előnyről kezdte a kékfehérmezes Kecskemét ellen. A korábbi bajnok pedig a 25. percben már két góllal lépett el. Áll a Iszák Dominik idénybeli első találatának. Az első félidőben azt gondolom mindkét oldalon voltak helyzetek. Mi tudtunk megszerezni a vezetést. A második félidőben is ez a, úgy gondolom, hogy a meccsképe hasonló volt, tehát itt ott volt helyzet, talán mi voltunk azért, aki egy kicsit visszább léptünk olykor-olykor. Bő fél óra elteltével már 3-0 volt az ellens, hiszen a 31. percben a bajnokságban harmadszor eredményes Szabó Péter is beköszönt. Berettyó megérdemelten nyert, mert az összes adandó helyzetét kihasználta, mi pedig minden helyzetünket kihagytuk, amit általában meg is szokott bosszulni az ellenfél. A 4-0-ás végeredményt a volt kecskeméti Ninoslav Aleksić állította be, sikerével a Berettyó egy pontra megközelítette ellenfelét a tabellán. A vezetésünk tudatában a Kecskemétnek extra erőket kellett mozgósítani, hogy kiegyenlítsen. Szerencsére jól láttuk a sarat, nem kaptunk gólt. Bár azt gondolom, inkább taktikus mérkőzés volt, mint közönség szórakoztató.